Kedves barátom, következő öt kérdésekre fogunk válaszolni, és egy jó komoly téma lesz, mert főleg lesz étkezésről egy kicsit, akkor lesz szó szerzetes, mi a jó, hogyha valaki szerzetes, nem muszáj egy életében, de mondjuk valamilyen idő, életszakasz szerzetesként él. Én a tudatról lesz szó, hogy ez miért jó nekem, vagy nekem, mint a valakinek, aki ezt csinálja, és így eléggé jó, hogy hogyan lesz valaki mondjuk szilárd tudatban, rendhitetetlen. Szóval ebbe a kategóriába most tartoznak a kérdések. Folytassunk, és ti is folytassátok a watchingot, nézni a mi kis műsorunkat. Hare Krishna!